Mondjuk el először az Om Nám mantrát, ezzel szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Dharma beszédünkön közösen. Om Nám. Om Nám. Om Nám. Om Nám. Om Nám. Om Nám. Köszönöm. Tapasztald a lényeget, légy biztos a lényegben, mert a lényeget csak az egyévállás útján tapasztalhatod. Csak a nem gondolkodás útján tapasztalhatod, csak a nem dualisztikus tudat tapasztalata a lényeg. Ezzel tisztán látsz, tisztán hallasz, mert a tudatod letisztult, mint a tér, mint a tükör. Légy biztos az igazságban. Tapasztald az igazságot, hogy te láss a saját szemeddel, és ne kérj mást, hogy az ő szemével láss. Legyen tiéd az igazság, hogy ne más lásson a szemeddel, hogy elhihesd, hogy az ég kék és a fű zöld. Hallj tisztán a saját füleddel, és ne kér senkit arra, hogy hallhass az ő fülével, ezáltal megmenekülsz attól, hogy bárki a te füleddel akarjon hallani. Légy biztos a gondolataidban, lásd a saját gondolataidat, és gondolkodj a saját elméddel, és ne kér senkit arra, hogy az ő elméjével gondolkodhass. Ezáltal megmenekülsz attól, hogy bárki a te elmédet vegye kölcsön, és azzal gondolkodjon. Eközben te azt hiszed, hogy a saját gondolataidat gondolod. Légy biztos az érzéseidben, hogy te érezd a saját szíveddel, és senkit ne kérj meg arra, hogy kölcsön adja az érzéseit, és ne engedd meg, hogy mások a te szívedet használják föl saját céljaikra. Működj helyesen, cselekedj helyesen, járd azt az utat, amelyet magad előtt látsz, és a saját utadnak látsz. Ne más útját járd, és ne kérj arra senkit, hogy a te utadat járja helyetted. Ezzel megmenekülsz attól, hogy elidegenedj önmagadtól, elidegenedj a társadtól, és elidegenedj ettől a földtől, ahol élsz. Az előző három bekezdésben hallottátok a lényeg, az igazság és a működés hármas egységét, és ennélkül nem nagyon tapasztalhatunk semmit érdemlegesen, igazul és tisztán. A lényeg nélkül nincs tiszta tükör, a tiszta tükör nélkül nincs igazság, és az igazság nélkül nincs helyes cselekvés. Mások életét éljük, ahelyett, hogy a sajátunkat élnénk. Ragaszkodunk az érzelmekhez, ahelyett, hogy együttérzőek lennénk.
Ragaszkodunk a gondolkodáshoz, és azonosulunk ordas ideológiákkal ahelyett, hogy egy jobb világot gondolnánk, és azt meg is tennénk, létre is hoznánk. Az igazság nélkül tehát nincs helyes cselekvés, és nincs helyes működés sem. Nézd meg a magad, a családod és a társadalmad történetét. Hol rontottuk el? Hol hoztunk létre szenvedést? Hol szenvedtettünk? És meg fogod találni, hogy a háromból valamelyik mindig hiányzott. Nem volt meg a lényeg helyén valami gondolatdémon volt, valami szörnyeteg volt, és a tiszta tudat tapasztalása helyett valamilyen ideológiát, emberidegen, földidegen borzalmat kezdtük el követni. És ha nincs meg a lényeg, akkor nincs meg az igazság sem, mert más szemével óhajtasz látni, és nem a sajátoddal. Vagy megengeded, hogy más lásson a te szemeddel, és kisajátítson a saját céljaira. Ezért fontos annak a buddha természetnek a tapasztalata, amely mindegyikünkben ott van. Ezáltal jutunk el a lényeghez. Amikor lebontod a falat, ami magad vagy, végtelenné válsz térben és időben. Megtapasztalod önvalódat, azt a tükörszerű tiszta tudatot, amelyben az igazság hibátlanul látszik. És csak az igazság birtokában cselekedhetünk helyesen. Az emberiség egyik nagy tragédiája, hogy amikor már láthatna a szemével, akkor se hisz neki. Amikor már hallhatna a fülével, és elhihetné, amit hall, már akkor sem hisz neki. Tehát elhisszük a saját vagy mások dualisztikus gondolkodását, véleményalkotását, rendszer, modell, ideológia és egyéb koholmányait, és nem hiszünk a saját szemünknek, nem hiszünk a másik embernek, nem hiszük azt, ami épp előttünk van. Ahogy a Zen egyik nagyon nagy tanító mondata kimondja, gondolkodás nélkül az igazság éppen ilyen. Az ég kék, a fű zöld, emberek ülnek előttem egy megvilágított teremben. Ebben a pillanatban ez a mi közös valóságunk. Csütörtökön eljöttetek ide a saját helyetekről, és holnap, vasárnap visszamentek a saját helyetekre. Közben együtt vagyunk úgy, mint a kötélzetnek a számos kis kenderfonala, amelyet a közös erőfeszítés egybefon. A közös gyakorlat jelentőségét, a lényeg, igazság és együttműködés közös tapasztalását nem lehet eléggé fontosnak mondani. Fontosabb mindennél. Kevés szó tudja jellemezni helyesen, hogy a közös meditációs gyakorlat mennyire letisztítja az ember irányvételét, mekkora erőt és helyes önbizalmat ad, hogy önmagunkat tapasztaljuk és másokat segítsünk ezáltal. 2500 évvel ezelőtt Sákyamuni Buddha az én eredeti nem létezéséről beszélt. Abban a korban, amikor a legfelsőbb én különböző variációival volt tele az indiai szubkontinens, amikor az Átma Brahman abszolút valóságát hirdették a bráminok, attribútumokkal, tulajdonságokkal felruházták, oltárakat és templomokat építettek, és a Buddha kijelentette, hogy mindez eredetileg nem létezik. Ez mind egy teremtett valóság. Az ő tana, a nem én, az anátman tana kellő egyensúlyt állított be akkor, amely mostanáig tart. Ezért, ha azt mondod, hogy az éned önmagától létezik, hiba. Ha azt mondod, hogy nem létezik, az is hiba. Honnan jöttél hát te, mint érző lény? Ébredj fel, és segíts másokon. Más dolgunk ezen a bolygón érdemben nincs.
a magad életét élve, a helyes emberi magatartás és cselekvés példáját mutatva, mindenféle felvett viselkedésforma nélkül őszintén, autentikusan tudsz segíteni másokon. Szerepmentesen, teljesen emberien, belső integritással, az eredetiség érzésével, és így azzal a hitelességgel, amely hétköznapi és nem mutatkozik meg különlegesként. Nincs más dolgunk tehát, mint tapasztalni igazi önvalónkat, mert a traumából a kivezető út befelé vezet. A szenvedésből a kivezető út bent kezdődik. Évezredeken át próbáltuk kifelé. Egy újabb modellben, egy újabb ideális társadalomban, egy újabb tökéletesnek gondolt ideológiában. És az emberiség rendre kudarcot vall, és rendre fennakad a tökéletlenség, mulandóság és kölcsönös függés szöges drótján. Mi lenne, hogyha végre egyszer beismernénk, hogy milyen létre születtünk? És nem óhajtanánk elrohanni a valóság elől, és nem lennénk dühösek a tényekre, és elfogadnánk azt az életet első kézből, amelyet lehoztunk ide a lelkünkben, és felvettünk akkor, amikor megszülettünk. Amíg harcolunk a valósággal, vagy menekülünk a valóság elől, vagy lefagyunk a valóság láttán, addig mindig a saját teremtettségünknek leszünk alárendelve. De ha megtapasztaljuk igazi önvalónkat, akkor teremtő mi voltunkat és teremtett mi voltunkat egyszerre tapasztaljuk. Egyszerre tapasztaljuk az én eredeti nem létezését és a személyiség építettségét, az általunk és a környezet által létrehozott mi voltát. Ha azt hiszed, hogy sorsod van, akkor minden eldőlt, és kiengeded a kezedből a gyeplőt, és nem élsz választási lehetőségeiddel. Ha azt mondod, hogy te uralkodsz mindenen, akkor próbáld meg ezt a hegyet elhordani talicskával. Tehát az ember és környezet, az egyén, a család és a társadalom kölcsönhatásán múlik az élet, és minél tudatosabb ez a kölcsönhatás, annál tisztább emberi viszonyokat építhetünk, és annál helyesebben cselekedhetünk. Erre jó a tudatosság. Erre jó az, hogy lemegyünk az alapokig, lemegyünk a tiszta ürességig, ahonnan minden forma keletkezik, és elérjük azt a tudatot, amely ezeket a formákat, jelenségeket megteremti, fenntartja, és letisztítja vagy lebontja. Amilyen objektívnek és átalakíthatatlannak tűnik a tér és az idő dimenzió együttese, pontosan olyannyira tudjuk a sorsunkat úttá tenni a tudatosság által. Azáltal, hogy megnézzük, hogy bennünk mi az, ami múlandó, és mi az, ami látja ezt a múlandóságot. Hogy bennünk mi az, ami függő, és mi az, ami látja ezt a függőséget. És mi az, ami bennünk tökéletlen, és mi az, ami látja ezt a tökéletlenséget. És elfogadjuk magunkban azt, ami keletkezett, mert meg fog szűnni. Ami megszületett, mert meg fog halni. És meglátjuk azt, hogy pontosan kik vagyunk. Egyszerre vagyunk a látó és a látott. Lényegünk egyszerre a saját és a világ lényege. Egyszerre vagyunk csepp és óceán, és egyik tudatosságot sem szabad elveszíteni. A szavak szintjén ezek a dolgok különböznek. A tapasztalat szintjén a pillanat tiszta izzó éberségében nem merülnek fel azonosságok és különbségek. Ahogy Sung San Zen mester fogalmazott, ha dualisztikusan gondolkodsz, akkor a te tudatod és az én tudatom külön válik. Ha megszakítod ezt a gondolkodást, akkor te és én egyé válunk.
Az emberiség egyik tragédiája az, hogy pontosan azokkal az eszközökkel szeretnénk megoldani a problémáinkat, amelyekkel létrehoztuk őket. És a Dhammapada, a Buddha rövid, aforisztikus, verszakokba szedett tanítása úgy szól, hogy haragot haraggal nem lehet lecsendesíteni, tüzet tűzzel nem lehet eloltani, gondolatokat gondolatokkal nem lehet megsemmisíteni. Csak a szeretet oldhatja a gyűlöletet, csak a béke tudja a haragot megszüntetni, csak a nem gondolkodás tudja a gondolkodáshoz való ragaszkodást feloldani, csak az együttérzés tudja a dualisztikus érzelmek viharát lecsendesíteni. Ezért vagyunk itt. Ezért gyakorlunk. És bár a zen tábor az egy kis ízlelő túra, egy zen kóstoló, remélem, hogy mindenkinek van kérdése, amelyek megválaszolásával az utatokat segíthetem. Kinek van kérdése? Mondanál kérlek pár gondolatot a helyes párkapcsolati partnerségről, egymást segítő párkapcsolatról? Tudatos és jól fogalmazott a kérdésed. Ha ugyanilyen tudatossága vezéled ezt a párkapcsolatot a magad részéről, nem lehet probléma. Van egy kulcsfogalom, ez a társteremtés fogalma. Akár látjuk, akár nem. A társunkat teremtjük. Nem a semmiből, hanem ő belőle teremtünk egy társat, egy hús-vér emberből, akinek van teste, lelke, gondolatai, érzelmei, beszéde, cselekedete. Az egymásra hatás a szerelem kohójában egy új önmagunkat hoz létre. A partner, a pár és a magunk részéről egyaránt. Nézd meg, hogy kivé teszed a párodat. Nézd meg, hogy kivé engeded magad válni. Ebből a kettőből kirajzolódik az, hogy hibázol-e vagy sem. Illetve megengeded-e a másiknak, hogy hibázol-e vagy sem. Na most ezek után vasárnap este nem olvasunk be neki. Nem lehet. A türelem itt rózsát terem, és még az is tövises. A legnagyobb türelem ahhoz kell, hogy meglásd, hogy a párod mikor válik taníthatóvá. Egy intim kapcsolatban nincs olyan karma, amely előbb-utóbb meg nem mutatkozna. De a tudatosság hiánya az egóharcot eredményez. És akkor azok a szavak, amelyeknek tanító értéke van, lepattannak róla, mint borsó a várfalról. És egy erősebb és nagyobb borsó szemekkel küzdesz, és elérik az ágyúgolyó nagyságát és keménységét, és még mindig nem ment át. És kiderül, hogy eleve kudarcra van ítélve. Az a legnagyobb kockázat, és a legnagyobb együttérzést és bölcsességet kívánó hozzáállás, hogy engeded a másikat hibázni addig, amíg taníthatóvá válik. És amikor már tanítható, akkor nem rovott föl neki, hogy hibázott. És a tanítás útján nem veszed el az autonómiáját, hanem a múlt fölhánytorgatása nélkül, az autonómiájának a tanításával önálló cselekvésre, megváltozott cselekvésre sarkallod. Önálló beszédre, megváltozott beszédre sarkallod. Mert már másképp érez, és már másképp gondolkodik. Valójában ezt a saját belátása által teheti meg az ember. És az egyik legnagyobb paradoxon az, hogy hogyan ne vastagítsuk az önvédelem falát egy nagyon közeli és intim kapcsolatban. Ehhez elképesztő bátorság és őszinteség és türelem kell, hogy ő lássa be a hibáját a saját szemével. És ő akarja kijavítani úgy, hogy te segíted, de nem veszed át a kezdeményezést, és nem uralod le, és nem minősíted, és nem mondasz ítéletet fölötte. Te ez vagy! Nem érted!
már rég érti. Csak még nem vált taníthatóvá. Néha a bennünk lévő tökéletes igazságérzetet kell felülírni együttérzéssel és türelemmel, hogy az illetőben tényleg egy mély, önmaga által gerjesztett változás álljon be. De van, amikor az ember kifogy az üzemanyagból, és ezt ugyanúgy őszintén el kell tudni mondani, mint ahogy te türelemmel várod, és apró jelzésekkel segíted, hogy a párod belássa azt, amit be kell. Mert az okozatiság az vélemény független. A törvény nem attól függ, hogy mit gondolunk rajta. A törvény nem attól függ, hogy mit gondolunk róla. Az akkor is működik, ha szereted, akkor is, ha nem szereted. Akkor is, ha valaki siránkozik, panaszkodik, vagy dühöng, ordít és üvölt. Akkor is úgy működik, ahogy. Ezt az íratlan törvényt tessék a szívében fölébreszteni. Úgy tűnik, hogy ezek a szavak túlságosan magasra teszik a lécet. Valójában nem ez a maximalizmus. A maximalizmus az, amikor mindent rögtön most és tökéletesre, és olyan legyen, amilyennek én akarom, és gombnyomásra. Enter, kész, output, tessék, itt előttem. 3D-be kérem a páromat, tökéletesen most. Alkatrész hiányzik? Kinyomtatjuk, semmi gond. Úgyhogy hatalmas tréning lehetőség az, hogy valakit szeretsz, és ő viszont szeret téged. És hogyha ő is ugyanerre szeretné felhasználni, akkor együtt jártok az úton, és van egy szellemi tér, egy olyasféle közös spiritualitás, amelynek a terében előbb-utóbb tisztán tudtok látni, és ha szükséges, le is tudtok borulni egymás előtt. Jó? Egyéb kérdés? Van az életemnek egy olyan része, amiben nem találom a harmóniát, meg nem is találtam soha. Ez a fiatalabbik gyerekemmel kapcsolatos a kérdés maga. Nem tudtunk kapcsolódni egymáshoz. Most felnőtt, de ez most is megvan sajnos. Ilyen nagyon boldogtalan, meg nem jól van, és nem tudom, hogy ebbe hogy tudnék neki segíteni. Milyen titkot őrzöl vele kapcsolatban? Ne nekem mondd el, hanem magadnak. Az a titok az, ami ezt a kapcsolatot ilyen minőségűvé tette. Akár a fogantatása előtt, akár a terhesség alatt, akár a születése után. Mi az, ami ezt a fiút egy fallal elválasztja tőled? Mi az, amitől ő így viselkedik? Ne nekem mondd el, mert nem az én dolgom, hanem azzal a belső szintességgel, amely az anyák sajátja, amikor jó embert akarnak nevelni a gyerekeikből, azzal lásd meg a saját magad tükrében. És amit nem mondtál el a fiadnak, azt sosem késő elmondani. Én az akaraterőről szeretnélek kérdezni, hogy mitől... Mennyire akarod föltenni ezt a kérdést? Hogy... Nagyon? Mert akkor meghallgatom. Igen. De ha már ennyi akaraterőd van, akkor miért is tennéd fel? Na, mondja. Hogy ez mitől függ, hogy mennyi van, mi az, amitől fogy, és lehet-e növelni, és hogyha igen, akkor hogyan? Kicsit úgy nézel az akaraterőre, mint tudós-e kísérleti egérre, és ez így nem fog menni. Valójában azt kell tőled kérdeznem, hogy miben hiszel. Motivációban. Ezt hol tanultad? Hol olvastad? Kész vagyok teljesen. Ahhoz, hogy az akaratnak a feszültsége elég erős legyen, a között, ami van, és amit szeretnél, aki vagy, és aki szeretnél lenni,
ahhoz egy nagyon erős hitrendszerre van szükség. És ezt a hitrendszert jobb, hogyha valami belső realizációs praxis útján szerzed meg, és alakítod ki, és nem kész ideológiákat vagy gondolkodásmódot masszírozol az azonosságtudatodba, és azt turbózod fel az önhit erejével. A hitrendszerből lesz egy értékrend, és abból egy életrend. Tehát amilyen határozottan és világosan éled az életedet, az a mindennapi akaraterőd alap minősége. Ehhez még a nagy feladatok, a nagy válságok, a nagy szerelmek hozzátesznek. Az akarat legjobb szövetségese a bátorság és a bölcsesség. Tudd, hogy mit akarsz, merd megtenni, mert a bölcsességed azt mutatta, hogy jó az irány, és az ok és okozat kapcsolata helyesnek mutatta a szándékodat. Motiváció nagyon sokféle lehet. De ha az a motivációt, hogy nem csak magamnak akarom, akkor megmenekülsz attól a veszélytől, hogy a saját kabátodat magadra vard. Ne csak magadnak akard, amit akarsz. Legyen benne részed. Ne vont ki magad a hatása alól. De ha csak magadnak akarod, akkor előbb-utóbb Szolónnak, a régi görög bölcsnek lesz igaza, aki azt mondta, szerencsétlen, megkaptad, amit akartál. És ezért a görög bölcsek kellően szarkasztikusak és sztoikusak voltak, lásd az első, középső és utolsó sztoa nagyon nagy gondolkodóit, ugyanis már rögtön arra az egoitásra gondoltak, akik elsajátították már az akaratuk gyümölcsét, és ezáltal nagyon megváltoztak. Nézd meg, hogyha valaki túl sok hatalmat kap, mi lesz belőle, túl sok pénzt kap, mi lesz belőle, túl nagy hírnevet kap, mi lesz belőle. Megváltozik az énsége, hirtelen nem lehet megszólítani, és nem lesz normális ember, akivel leülhetsz teázni. Tehát kivé válsz azáltal, hogy az akaratot beteljesíted? Mit érsz el azáltal, hogy az akaratot beteljesíted? Ez a két kérdés ott kell lebegjen a szemed előtt, és ez fogja megadni a választ arra, hogy most akarjam vagy sem. Ennek a három szűrője a hitrendszer, az értékrend és az életrend. A 20. század is megmutatta, de nagyon erősen, hogy mi van akkor, amikor valaki önmagában úgy hisz, hogy ezt az öntudatot a nemzetre kivetíti, és önmagát egy nép megmentőjeként apostrofálja. És ebből lettek azok az ordas államalakulatok, amelyek háborút viseltek egymás ellen, azért, mert valaki az akarat erejét és személyi ambícióját beletette egy ideológiába, és elkezdett központi szerepet játszani. Úgyhogy vigyázzunk az akarattal, ha nincs, az nagy baj, ha van, de rossz irányba megy, még nagyobb baj. Ezért a bölcsesség és a bátorság mellett az együttérzés és a kitartás azok is nagyon fontos szövetségesei az akaratvektornak. Úgyhogy óvatosan, de kitartóan. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy helyes elhatározás lenne most jönni a téli elvonulásra? Igen, helyes elhatározás lenne. Köszönöm. Szívesen. Nekem 20 éve van egy hivatásom, amit nagyon szeretek, viszont az utóbbi néhány hónapban olyan érzésem van, hogy azok az emberek, akik járnak hozzám segítségért, azok által én szenvedtetve érzem magam. Biztos én is szenvedtetem őket. De a kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám őket segíteni, úgyhogy újra szívből tudjam ezt csinálni, és hogy elfogadjam őket így, ahogy vannak. Úgyhogy szabadságra mész, nem egy hétre, nem két hétre, és a lelked energiaszintjét fölemeled, úgyhogy ők ne tudjanak téged szenvedtetni. Ugyanis, ha már 20 éve csinálod, és ez a tűz jön még mindig belőled, az azt jelenti, hogy valamilyen nagyon-nagyon jó lóra tettél.
És hogyha ez ennyire eredményes, akkor nem szabad kimeríteni az üzemanyagtartályokat, úgy, hogy az beérjen a pirosba, és villogjon a lámpa, és szaggasson a motor. Nem szabad ezt megcsinálni, hanem adj magadnak időt és teret, hogy újra töltsd az üzemanyagot. És akkor megint erősebb leszel a klienseidnél. Az megengedhetetlen, hogy egy kliens karmája a segítőt uralma alatt tartsa. De ha elgyengülünk, megtörténik. És ezt nem engedheted meg magadnak. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? A tegnapi elhunytaktól való búcsúztató bennem fájó sebeket tépett fel. Én édesapámat egy éve vesztettem el. Igazából a kérdésem az lenne, hogy ennyi idő után hogy tudok méltóképpen elbúcsúzni tőle, valamint hogyan tudom helyrehozni azokat a meg nem oldott dolgainkat, amiben életében nem volt lehetőségem és időm. Azok a dolgok, amelyeket nem oldottál meg, és a te karmád, azokra az elkövetkezendő évtizedekben, amelyeket leélsz ezen a földön, bőven lesz alkalmad. Édesapádnak, az ő lelkéért pedig fel tudsz ajánlani egy ilyen szertartást, és aktív résztvevőként végig tudod csinálni. Részt tudsz rajta úgy venni, hogy a későbbi meditációknak a kezdete lesz. Egy gyászfolyamatnak elképzelhetetlen mélységei vannak, de nem tarthat tovább, mint egy év. Ez nem azt jelenti, hogy nem mehetsz vissza abba az állapotba, amikor még gyászoltad őt. Ha sebeket tépett föl a szertartás, akkor az azért volt, mert a gyászfolyamat nem fejeződött be. Nem mentünk le kellő mélységig, nem láttuk kellő intenzitással azt a közös karmát, ami köztünk volt. És ez a szertartás segít abban, hogy a belső folyamatok újra éljenek, hogy a tisztánlátás vize kimossa a szennyeződést, és amikor belül te látod azt a közös karmát, amelyet a halál megszakított, akkor három műveletre leszel képes. Az egyik a köszönet és hála, hiszen nincs olyan, hogy egy embertől csak rosszat kapjunk. Utána megbánás és megbocsátás, mert az lehetetlen, hogy mi is csak jót adjunk. Vannak nekünk is borzasztóan gyenge pillanataink. És meg kell bocsátani a másiknak, amit akarva, akaratlanul elkövetett ellenünk. Tehát mind a pozitív, mind a negatív típusú azonosulást, polaritást meg kell tudnunk szüntetni a tisztánlátás által, rávetített rétegként kell látnunk, és amikor a közös karma maga ilyenségében látszik, akkor a harmadikra képesek vagyunk, és ez pedig az Isten hozzád, az útrabocsátás. Hogy e világ kapujánál állva útjára bocsátjuk az eltávozottat, hogy tiszta szívvel szólunk énekben és tanításban, és ezáltal megszabadulunk a nem kívánatos következményektől. Ez a három mondat idézett a szertartásból, azért, hogy lásd, hogy mit teszünk. A lélekkapcsolat nem szűnik meg, csak az állapot alakul át, testhez kötöttből testetlen állapotba. És felelősek vagyunk egymásért a köztes lét mind a négy fázisában, legyen az a két rövid, a születés és a meghalás, illetve a két hosszabb, a testhez kötött lét és a testen kívüli lét. Ha látjuk azt, hogy a karmánk egymásra utaltságot mutat, társasságot igényel, az érzékszervi és a transzcendens között vándorol, akkor ezt az utat helyesen látva tudjuk segíteni mások útját és a magunkét is egyaránt. Az egyik alap mondat, amely számomra nagy erővel vált nyilvánvalóvá, mind a tanító munkássága láttán, mind pedig az itteni tevékenység bizonyítékaként, hogy mások segítése nélkül a személyes megszabadulást nem érheted el. Hogy ez miért van így?
az a következő pár hét, pár hónap vagy pár év meditációja legyen neked és másoknak is egyaránt. Ismétlem, mások segítése nélkül a személyes megszabadulást nem érheted el. Miért? Következő kérdés. Az én kérdésem is a tegnapi halotti szertartáshoz kapcsolódna. Elkezdtem sírni, és konkrétan egészen végig a szertartás végéig, és még utána is, és még utána is, és még utána is jött egy ilyen egy vízözön. A kérdésem az az lenne, hogy lehetséges, hogy az együttérzés miatt indult meg bennem egy ilyen folyamat, vagy pedig felszakadhatott bennem esetleg egy eltemetett gyász, amit még nem sikerült feldolgoznom. A kettő óriási átfedést tud mutatni, hogyha volt tárgya ezeknek az érzéseknek, vagy volt egy vagy több személy a középpontjukban, akkor ez az utóbbi. De nagyon valószínű, hogy az előbbi. Tehát az egyetemes emberi együttérzés, ez bőven elég ahhoz, hogy ilyet produkáljon, és hadd mondjam el a saját tapasztalatomból, hogy ez nem is fog elmúlni. A második az elmúlhat, mert minden gyász folyamatnak egyszer vége van. De amikor együtt érzel és tapasztalsz valamit, amit nem lehet kimondani, megfogni, csak valahogy úgy érzed, hogy végtelenné tágít, és mindent érzel ebben a térben, az nem fog elmúlni. Csak egyre jobban megszokod és bírod. Köszönöm. Szívesen. A kérdésem az lenne, hogy milyen érzés az, amikor nem az elme válaszol, vagy ad ötletet? Hát először furcsa. Aztán megszokjuk, hogy máshonnan is jöhet a válasz, mint az elméből, néha még jobb is. Ezt érzékelem, tudom, csak nem nagyon érzem nem bízok a saját elmémben, azt hiszem ez a probléma. Jól teszed. Nagyon sok munka, amíg bízhatsz benne. Nagyon sok. Annyi illúziót kell lehántani róla, hogy borzalom. Hát annyiszor csal meg a saját gondolkodásunk, érzelmeink. Elhisszük a másokét, még rosszabb. Hogy mások érzelmeinek a következményévé válunk. Valaki rossz hozzánk, és mi bosszút akarunk állni rajta. Azon nyomban a következményévé váltam mások érzelmeinek. Tehát az nagyon nagy munka, amíg az elmét meghaladja az ember, de hogyha elvágod a gondolkodást, és visszatérsz a nem név, nem formához, akkor ebben a pillanatban az elméd nem uralt, mert nem tudod gondolkodni. Ugyanezt éred el ütés nélkül a meditáció helyes gyakorlatával belül. És amikor megvan ez a tiszta tér, tiszta tükör, végtelen tér, végtelen idő tudat, az nem az elme. De nem is egy másik személy, vagy egy másik létező. Ez nagyon jó, mert nem két vagy három létezőt viszünk itt magunkban. Egy személy vagy, és ez bőven elég, nem kell több. De az a személy legyen látó, legyen tudatos. És hogyha az elme ezt a tapasztalatot feldolgozta, úgyhogy nem gondolkodik róla, akkor tudja, hogy minden gondolata a nem gondolkodást szolgálja. Minden személyes érzése az egyetemes együttérzést szolgálja. A lényem valami nagyobbat szolgál, mint én vagyok. Mert a családom nagyobb, mint én vagyok. Hogy tudom azt szolgálni? A társadalmam biztos, hogy nagyobb, mint én. Azt hogy tudom szolgálni? Az össz emberiség biztos, hogy nagyobb, mint én. Azt hogy tudom szolgálni? Hogy tudom segíteni? És hogyha az elme ezt a szolgálatot elfogadja, mert belátja önmaga elképesztően pici, tökéletlen, függő és múlandó voltát, akkor lehet benne bízni. Előtte csak önmagát akarja beletolni mások önmagába, meg a térbe, meg a megvalósulásba, meg a sikerbe, meg ebbe, abba, amabba. És ezek azok a zsákutcák, ahonnan véres fejjel szoktunk visszafordulni, mert nem az lett, amit szerettünk volna. Miért? Mert a saját elménk egy illúzió hegybe hangsebesség fölött belerongyolt a járművel. Úgyhogy először csalódásra tanítunk.
utána belátás a tanítónk, utána megszabadulás a tanítónk, utána megszabadítás a tanítónk. Az értelem uralkodónak szörnyű, de szolgálónak nagyon jó. Az elme uralkodónak borzalmas, láttunk egy-két ilyet, szolgálónak, alattvalónak nagyon jó. És nem mások alattvalójaként. Valahol az univerzum alattvalójaként. Hol a határ az ez ilyen és az egészséges önvédelem és határtartás között? Hegyes halom. Hogy melyik oldalt nevezed ki, melyiknek az a te dolgod. Visszatérve a kérdésedre, az egészséges önvédelem és a helyes határtartás az nagyjából ugyanott van. Ne válj mások áldozatává, mert akkor előbb-utóbb elkövető leszel. Csak akkor vagyok áldozat, ha annak érzem magam? Nem. Hogyha valaki azzá tesz, akkor. És ha nem ismerem fel. Csak úgy érzed magad, az még nem biztos, hogy az. És ha nem ismerem fel, hogy áldozattá tett? Akkor egy napon borzasztóan kellemetlen meglepetés fog érni, mert akkor felismerted. Köszönöm. Szívesen. 4 éve belekezdtem egy önismereti munkába, nagyon-nagyon kemény. 4. 4. Még 2 van hátra, és ott leszel, mint Sákjamoni Buddha? Ő 6 év. Ez jól hangzik, köszönöm. Te is a fa alatt ülsz? Buddhi fa? Még nem. Nem. Hogy csinálod, mondd? 4 év nagyon hosszú idő. Nehéz eset vagyok lehet. És egyre nehezebb, vagy egyre könnyebb? Most úgy érzem, hogy nehezebb. Uh-huh. Mitől nehezebb ez 4 év után, mondd el? Az öntől, olyan... vagy az ismerettől? Az ismerettől. Nem, az öntől. Helyezd át a hangsúlyt. Az ismerettel semmi baj, de az önnel, az énnel, mint fókusszal, azzal baj van. Ha helyesen gyakorlod az önismeretet, az lebontja az egoitás falát, kivezet a személyiség kalodájából, és eljuttat egy másik emberhez. De ha csak magadra fókuszálsz 4 évig, akkor abból olyan erős ön lesz, hogy semmilyen ismeret nem fog abból a dzsungelből kivezetni, és egyre bonyolultabb lesz, és egyre több lián, léggyökér, fa, folyondár, bokor, és egyéb fog körülötted ott burjánzani. És előbb-utóbb már csak egy macsétével lehet kivágni magad onnan. Úgyhogy az ismeretre kéne fókuszálni, amely magadról és másról egyaránt szól. És arra a tükörre, amelyben te tisztán látod önmagadat. De hogyha koncepciókat halmozol, ha személyiségrétegekre újabb metarétegeket raksz, akkor abból nagyon erős ön lesz egy rakás ismerettel, és egyre nehezebb lesz az érzés. Kvanszen Bosszának, az együttérzés bódhiszatvájának, szanszkritul Avalókitésvara, bizonyos ábrázolásokon 16 feje van. Nem úgy, mint a sárkánynak, más. Egy ilyen oszlopban megy fölfelé 16 fej. És megkérdeztük a nagymestert, hogy ugyan miért van ennyi feje Kvanszen Bosszának, mert az, hogy 1000 szem és 1000 kéz, azt tudjuk, 1000 szemmel látva és 1000 kézzel cselekedve, együttérzéssel oldja az érzékszervhez kötött lények szenvedését. De miért van ennyi feje? És azt mondta, hogy azért, mert annyi önképünk van, európaiasan szólva, annyi metaréteg van a valóság primér tapasztalatán, oly mértékben túlgondoljuk, hogy minden réteg, minden hang, ami a fejedben van, és azért, ha nem egy, nem kettő, sokkal több, egy-egy együttérzés fejet kap, hogy mi együttérzünk az összes illúzióval és a keltőjével, azért, hogy végre az ön rabságából kijöjjünk, és eljussunk a tiszta ismeretig. Tehát az együttérzéssel tudod ezt oldani, és nem újabb ismerettel, és az együttérzés elvezet a gondolkodás elé, az ismeret elé, ahol nincs ön, nincs más, nincs tudás, és nincs tudatlanság. Ez jól hangzik? Nagyon. Igen, nagyon. Örülök. Akkor ezt az utat kéne járni, mert egyre nehezebb lesz.
és vágd el azt a gondolkodást, amitől egyre nehezebb, és szüntesd meg ezt az abszolút önt, és akkor csak te maradsz, hidd el, sokkal jobb. Lehámozod a metarétegeket, a gondolkodást, az öndefiníciót, az újabb és újabb önképet, ezek árnyékok a falon, ez nem te vagy. És hogyha fénygyújtasz a saját szobádban, eltűnnek az árnyékok. Köszönöm. Szívesen. Hogy tudjuk megtalálni azt az egyensúlyt, amiben az érzékenység megmarad az erő jelenléte mellett? Nagyon sokszor tapasztal ilyet az ember, hiába megtapasztalja azt az állapotot, amikor egyé válik az óceánnal, és teljesen rendben van, hogy egyszerre érzi a csepségét és az óceánságát, hogy az ember állandóan kenyérrel próbál minden kőre visszadobálni, mert úgy érzi, hogy ez a feladat ezek után energiát veszít. És keversz. Ugyanis ebből, hogy a csepp visszatér az óceánba, és a tudat térré válik, nem következik az, hogy neked bármit vissza kéne dobni. Ahhoz egy újabb felület kell, ahhoz egy újabb énség kell. Téged megdobnak kővel, te ne dobjál vissza semmit, engedd, hogy az üres téren átmenjen a kő, ez a reakció nélküli tudat. A nem dualisztikus tudat. És hogyha te nem merülsz el a kettősségekben, akkor az egyen van a súly. Akkor vagy egyensúlyban. De hogyha elmerülsz a kettősségekben, mert minden áron gluténmentes kenyérrel akarsz visszadobni minden egyes csiszolt vagy csiszolatlan kavicsot, nem beszéltve a kovászoltról, a rozsról, a lisztmentesről, a tönkölyről, vagy a hajdina lisztből készült kenyérről, te ne dobáljál vissza semmit. Legyél szíves. Maradjál meg az együttérzés tiszta tárgyatlan állapotában, és engedd, hogy akik téged megdobtak kővel, azok kövessék a saját kövük útját, és tűnjenek el az életedből. De segíteni szeretnék nekik. De miért? Felkértek rá? Hát sokan igen. Akkor viszont ők nem dobnak meg kővel. Ők azt várják, hogy segíts nekik. Akik megdobnak kővel, azok nem kértek föl téged segítségre. Jó? Tessék megkülönböztetni a kettőt. Ha nem különbözteted meg, energiát veszítesz. Teljesen feleslegesen, és az a jó hír, hogy ezt senki más nem adja neked vissza, csak saját magad. Jó. Tehát úgy lehet egyensúlyban maradni, ha az ember állandóan, tehát nem esik ki az egészből, a pillanatból. Így. Igen. És nem dualizálsz feleslegesen, igen. És az előtted lévő embert olyannak látod, amilyen. Nem szebbnek, nem jobbnak, nem rosszabbnak, nem csúnyábbnak. Olyannak, amilyen. Megkér, hogy segíts, segítesz. Nem kér meg, nem segítesz. Ez egy alap dolog. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt vettem észre, hogy nekem kifelé könnyebb figyelni, mint befelé. Neked is? És mire szoktál kifelé figyelni? Például a hangokra. Ez kint van, vagy bent van? Tehát, hogyha a hang megállna a fülednél, meghallanád? Igen. Hogy? Ez érdekel. Gyerekkoromban sokszor gondoltam, hogy miért kell rádió? Miért nem hallom a fejemben? Érted? És gondold el, hogyha olyan agyunk lenne, hogy a rádió hullámtartományában egy dekóderrel tudnánk hallgatni a rádióadást. Beütne mi, nem tudnánk kikapcsolni. Tehát szóval, a hang, hogyha... szerinted megáll a fülednél, és úgyis meghallod? De érdekes. Akkor téged nem lehet elszigetelni a világtól, egy ilyen beton fülhallgatót ide tesznek, és te mégis meghallod. Na, látod, hogy a hang az kint is és bent is van? Ha nem jutna el a hallójáratig, a dobhártyáig, az üllő és kalapács fantasztikus mechanizmusáig, a fül kürtben ott nem kúszna az akusztikus jeltartomány, idegrendszeri jel, halláskortex itt belül, ugye? Na, tudod, milyen pici? Iszonyatosan kicsi. És interpretálja a jelt, és te úgy hallod, hogy a másik például beszél hozzád. És ez már a fülcimpádnak, az első kis csillószerű szőrszálainak a tetejétől már egy benned van belül. Tehát az az igazi, amikor a külső és a belső egyé válik.
Látod a határt, de egybe van. Tehát a sejthártyának nincs ilyen problémája, hogyha nem kommunikál rendesen, akkor ott valami kóros zavar van a sejtműködésben, vagy a környezetben. Ezt úgy hívják, hogy mérgezés. Az a kérdésem, hogy kell-e keresnünk a vágyakozásunk okát ahhoz, hogy el tudjuk engedni, vagy elég gyakorolni csak a jelenlétet? Szerintem a vágyakozás célját is érdemes az okkal együtt látni, hogy eldönthesd, hogy elenged vagy sem. Mert ha vágyakozol oxigénre, az oka az, hogy nélküle megfulladunk. Ezt a vágyakozást én életem végéig nem engedném el, hogyha a helyedben lennék. Ezt értem. Igaz, hogy a szeretet számomra is, gondolom sokaknak, olyan, mint a levegő, de valahogy azt véltem tudásként befogadni, hogy semmire nem kellene vágyakoznunk, akár a szeretetre sem. És ezzel van egy kis gondom. Nekem is. Hogy vágynék adni, és vágynék kapni, de úgy érzem, hogy lehet, hogy ezzel nekem nem nagyon kéne foglalkozni, és hogy nekem ez kell. És ha nem foglalkozol vele, akkor mi van? Nem tudom. Nem tudom az 50%. Utána, hogyha nem tudom, ott helyesen gyakorlod, akkor elérsz a nem tudhatóig, és utána helyesen szeretsz és fogadsz szeretetet. Tehát először zenkör nulla fok, ragaszkodunk a szeretethez, hogy elképesztően fontos, és nekem az kell, és adom, és kapom, és én abszolút külső létező, meg belső létező. Aztán egyszer csak csalódás, pofáncsap, veszteség, egy hatalmas űrt nyit benned, a helyes önismeret hiánya az ilyen borzasztó démonokkal tud éjszaka és nappal támadni, és mindezt azért, mert te állítólag szeretetet szeretnél, és ez hihetetlen erős kontraszt. És akkor megtudod, hogy hogyan működünk, a pszichéről és a testről alapvető emberi tudás szerzel, 90 fok, és hát látod azt, hogyha te nem szabadulsz meg attól az énségtől, aki egoisztikusan akar szeretetet adni és kapni, akkor esélyed nincs arra, hogy egy tartós, normális kapcsolatod legyen. És a 180 fokon nincs szeretet, vagy annak a hiánya. Nincs én, és nincs más. Nincs a szeretet keletkezése, vagy megszűnése. És itt az az alap, az a nem név, nem forma, nem keletkező, nem szűnő, tiszta tér és tükörszerű lényeg megmutatkozik, amelynek a földi inkarnációja, az ember, át tudja alakítani magát. Ez a 270 fok. És az átalakulás által válunk alkalmassá arra, hogy szeretetet adjunk és kapjunk. Mert már nem egy egófal mögül lándzsával szeretnénk szeretetet adni, és ágyúgolyóval elfogadni. És akkor van valami, hogy nem magunkért tesszük ezt az egészet. Tehát egy szeretetnek például nem lehet a páros úgy a rabja, hogy az egymás szeretése 40 év alatt a legegoistább borzalmat gyártja le belőlük. Tehát valakiért, valamiért ezt a szeretetet ki kell árasztani a világra. Ha ez gyerek vagy gyerekek, akkor ő értük. Ha ez a család többi része, akkor ő. Ha valami nemes cél, akkor az. Ha a társadalom egésze, akkor az. Ha az emberiség egész, akkor az. Tehát egyre kevésbé tárgyas az egész. És ez önmagában nem jelent minőségi különbséget. A kiinduló tudat határozza meg a szeretet minőségét, akár egy húsvérlény vagy lények a tárgya, akár a természet, akár a többi ember, ahogy mondtam az előbb. Ha énes, a saját hibáiban elég, és a pokolra jut. Ha éntelen, akkor a siker és a kudarc előbb-utóbb kiegyensúlyozza magát, és a helyes látás által bölcsességet és együttérzést fejleszt ki. Képzelj el egy olyan kapcsolatot, ahol pont akkor hallgat el a párod, amikor nincs mit mondania. Pont akkor reagál, amikor érdemes, és pont azt teremti, amelyre mind a kettőtöknek szüksége van. Na, ez van a 360 fokon. Úgy, hogy észre se vevődik kívülről. Kívülről valaki azt mondja, jaj, de aranyosak vagytok. Az kész.
Olyan kis cuki. Divatos manapság. Tehát nem vevődik észre, de belül ez egy ilyen végtelenre töltött gyönyörűség, mert nem félsz. Nem félsz attól, hogy félreért, hogy nem viszonozza, hogy rosszat mondasz egyebek, mert az a tisztaság, az az egyéb vált minőség, az mindig ott van. És persze, hibák így is vannak, de sokkal gyorsabban felismeritek, és sokkal jobban javítjátok, és még egyszer nem fordul elő. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Szeretném megkérdezni, hogy miért történt az, hogy mikor megérkeztem erre a világra, amikor megszülettem, már daganattal születtem, és 6 hónaposan összeszabdalták a bal felemet. Korábbi inkarnációból való törlesztés. Áthoztál, sőt azon nyomban testre levittél a lélekből egy olyan karmát, amit az előző életben nem. És ez most jött ki. És örülj neki, hogy egészségesen fölnőttél, mert 2 szemmel nézel rám, és jól formált mondatokat mondasz egy jó elméből, és egy stabilan ülsz a helyeden. Akkor a későbbi autóbalesetek is ebből adódtak? Köthetők, de nem biztos. Ehhez belül jó kell látnod, hogy honnan jöttek ezek a törlesztések. És az az érdekes, hogy az echo, például a baleset, az az ismétlése lehet ennek az indító programnak, annak a karmának, amelyet ilyen gyorsan a születésed után törlesztettél. És ilyenkor bármiféle dualisztikus reakció marad az elmében, a múltból újra megteremti a karmát. Egy új alakban. Hogy újra élje. Mert megszokta. És ragaszkodik hozzá, és azonosul vele. Tehát ezért a meditációban rá kell tekinteni, hogy mi ez. És most ez egy tárgyas kérdés. És a nem polarizált, nem hullámzó, nem kettősségekre szakadt tiszta tudat által te belül látod azt, hogy ez mi. És amikor a maga ilyenségében az megmutatkozik, akkor az oka is megmutatkozik, az ismétlődése is megmutatkozik, és hogyha jól látsz, akkor ki tudod húzni az azonosulás gyökerét, és akkor már nem ismétlődik. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ha a reinkarnációról beszélünk, akkor ez egy lineáris, a dzsívátma az lineárisan mindig ugyanazt, ból adódóan folytatja, vagy ugye az abszolútban, vagy mindenben, vagy Buddhában, ott ugye egy és minden és egységként éli meg. Amit most úgy érzem, hogy ez az én karmám, az lehet, hogy egy teljesen más történetekből adódik össze. Nem tudom, hogy érthető, ez amit kérdés, kérdeztem. Ez hány könyvet kellett elolvasni? Egyet sem. Kizár dolog. A fogalomhasználat, a mondatfűzés, ez egy elképesztő védent a tanulmány tükröz. Nem az... mondd azt, hogy nem olvastál ezt hozzá. De igen. Apu tehát... és anyu nem erről beszélt a konyhaasztalnál, biztos vagyok benne. De igen, tehát van ilyen tanulmányom, de erre de szerény vagy. Na, akkor a könyvek íróit kell megkérdezni. Ugyanis ezek nem a saját mondataid. De én erre kíváncsi lennék. Azt tudom, hogy kíváncsi vagy. De azt tudom, hogy nem ezt kell tudnod, azt is elhiszed? Elhiszem, csak ugye mindig arról beszélünk, hogy az előzőből hozott karma, meg ilyesmi, és ez nekem így igazából így nem áll össze ez a kép így. Nem áll össze? Nem. Akkor még több gyakorlat szükséges, mivel elfelejted mindazt, amit a könyvekben olvastál. És meglátod a saját lelked útjait. Egy saját tapasztalatból fogsz építkezni. A kérdésed, amennyire szeretnélek segíteni és tanítani, annyira elméleti, hogy nem kapcsolódik hozzád. Az elméd megjegyezte a könyvekből. Nem, a saját tapasztalatom az az egység, és nincs közötte ez az út. Tehát azt arról nem tudok mondani. Az egység az az utolsó szó, utána nincs miről beszélni. Tehát én ebből azért az egység nem... tapasztalatból épül az ember erőfeszítése, hogy ide mindig visszatérjen.
Valójában teljesen mindegy, hogy hány inkarnációd volt, és hány lesz. Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. A Buddha arról beszél nagyon világosan, hogy tévút az, hogyha az előző életeinkben keressük az okot. És tévút az, hogyha a jövőt meg akarjuk jósolni. Ezt az életet és ezt a pillanatot éljük helyesen, és ekkor huszadlagossá és esetlegessé válik az, hogy te ki voltál, ki lehettél előző életeidben, és ki leszel következő életeidben. Miért kell mindig hivatkozni, hogy mert az előző életben ez volt, értem. Vagy az? De az emberek szeretik. Ja, értem. És mindig is hivatkozni fognak rá, én pedig gyöngéden visszavezetem őket ebbe a pillanatba, hogy itt és most lássunk tisztán, halljunk tisztán, ismerjük fel a helyzetünket, a kapcsolatunkat és a teendőnket. Ja. Na most ehhez se lineáris, se ciklikus, se teremtett, se reinkarnálódó, semmiféle tudatforma nem szükséges, de mindegyiket megengedi. Ha ebben akarsz gondolkodni, tedd meg. Ha egy másikban, tedd meg. Volt olyan tanítvány, aki azt mondja, Szunyi, én nem hiszek a reinkarnációban. Baj? Mondom, nem, egyszerűbb a dolgom. Te azt hiszed, hogy ez az egy életed van, nem kell többivel foglalkozni. Legjobb, aki azt mondja, hogy én materialista vagyok. Lehetek jó zen tanítvány, mondom, a legjobb leszel. Nem kell a vallásos dogmatizmust lefejtenem rólad, érted? Úgyhogy a saját kérdéseidet a saját utadon nyugodtan tedd föl nekem, és közösen égessük el az elméleteket, jó? Ja, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én azért jöttem ide, hogy a közösségben gyakoroljam a meditációt. Otthon mindig nagyon fázom meditáció közben, itt meg akarok gyulladni, az arcom és a kezeim egyszer lángolnak. Kicsit vágyom, hogy ezekkel a lenyomott ilyen kellemetlenségek meg karmák, hogy jöjjenek már szembe meditációban. Igen. De már otthon úgy, nem bugyborékolj. Nem, egyáltalán. Itt meg fel is robban. Itt egyelőre csak a tűz jött mindenhova. Az jó. Jó. Ugyanis ez azt jelenti, hogy része vagy az egésznek. Tehát itt, amikor közösen meditálunk, ez így triplára, exponenciálisan megnöveli azt, hogy milyen gyorsan tudunk letisztulni. Tehát a régiek nem csak azért mondták, hogy gyakorolj közösen, mert közösséget akartak építeni. Ez így működik a legjobban. Otthon a saját lelked tisztulási sebességével haladsz. Odahaza nem haladsz gyorsabban, mint a saját individuumod. Itt összekapcsolódsz, és egyenesen előre. Tehát a közös éneklés, a közös étkezés, a közös zen ülő meditáció elképesztő erőt ad, és olyan energiát, hogy teljesen más, mint egyedül. Csak a legnagyobbak tudtak úgy gyakorolni egyedül, hogy jobban ment nekik, mint közösségben. Tehát az évtizedeket kellett zennel, közösen zen termekben tölteni. Úgyhogy nagyon helyes a tapasztalat, gyere minél gyakrabban. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Miért döntöttél úgy, hogy apád leszel? Az a jó hírem, hogy nem én döntöttem úgy, hogy apád leszek. Én csak azt döntöttem, hogy én szeretnék egy templomot építeni, és a templom alapítója az az első apát. Automatikusan. És igyekszem szolgálni helyesen ebben a minőségemben is. Így lettem apát. Van még más kérdése? Nincs. Nekem sincs. Kinek van? Az lenne még a kérdésem, hogy meditáció közben, hogyha valamilyen érzés vagy kép a szemem elé kerül, vagy átélem, azt honnan tudhatom, hogy az az elmémnek a fantáziája, vagy valami ennél értékesebb dolog? Milyen érzés van a válladban? Feszültség. Mintha nyomnál valami? Igen. Valós súly van a válladon, vagy pedig valahogy az elméd teremtette ezt? Hát ezek szerint az elmém teremtette. Bizony. És amikor az elméd állapota megváltozik, akkor megváltozik ez az elképesztő súly a válladon. A jelenségek ugyanilyenek. Tehát, hogyha nagyon mélyről korábbi karma jelenik meg,
és ez nem az elméd terméke, azt úgy tudod, hogy gondolkodás előtt van a tudatod, de a látvány mégis ott van. Ha megszűnik a gondolkodás, akkor az elmének az összes kreatív tevékenysége ellobban. És az a projekció, az a kép, amit épp akkor teremtesz, az megszűnik. Ha korábbi teremtésről van szó, az így rögtön nem oszlik el. Az jóval több munka megtalálni benne azt, amitől azt te hordozod. Megtalálni az azonosulás gyökerét. Megtalálni, hogy azt jóból, rosszból hogy gyúrtad össze. Az már idézőjelben objektív. De semmi sem objektív, mert mindent a tudatunk teremt. Illetve minden jelenség, mert amit teremtesz, az jelenség formájában megmutatkozik. Van-e olyan érzésed, hogy itt mellkason néha szorít? Gyakran. Gyakran. És a két lapockád között ilyen csomó van hátul, és ég a hátad. Olyan is van? Igen. Bizony. Na, ez a szívcsakrának a leblokkolása, amikor ugye a gondolatokkal az érzelmeket megpróbáljuk kordában tartani, és ez az eredmény. Nagyon sok mantra és leborulás praxis kell hozzá, hogy ez valójában feloldódjon, és ne a gondolatokkal akard a gondolatokat és az érzelmeket vezérelni és uralni. Tehát, hogyha illúziót teremtesz, akkor az van. Sőt, úgy, hogy látható, hogy hogyan megy a vállra, a mellkasra, a hátközépre, és ettől nehéz az érzés. Viszed a karmát, viszed a gondolatot, elhiszed, amit az elméd teremt. És nem csak te, mindannyiunk. Tisztánlátásunk mértékében tudunk ettől a teremtéstől tartózkodni, és így megszabadulni attól a karmától, amelyre először rálátunk, felismerjük a keletkezését és megszűnését, és utána hagyjuk megszűnni. Ha energiát teszel bele, lesz. Ha nem teszel bele energiát, nem lesz. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy lehet egészségesen böjtölni. 3 éve volt egy böjtöm a vége felé, tisztán láttam, és sok mindent tanultam belőle, és most szeretnék ebből tanulni. Én azt javaslom, hogy menjél el egy böjt szakértőhöz. Ja. Komolyra fordítva a szót, vannak nagyon komoly táplálkozástudósok, akik bizonyos típusú testnek és léleknek javasolják a böjtöt, mert ez tisztulást eredményez. A böjtnél 3 alapszakasz van, a felkészülés, a végrehajtás és a kijövettel belőle. És az a legdurvább, hogy ez a 3 egyaránt ugyanolyan fontos. Azt hisszük, hogy a böjt maga a fontos, nem. A felkészülés maga lelkileg és testileg, amikor még ugyanazt teszed, de már mondjuk csak egy picit kevesebbet, utána jön a böjt, sokféle van, nem megyek bele a fajtákba, és utána az abból való kijövés létfontosságú. Akár egynapos, egyhetes, 3 hetes, attól függ, mennyit enged a böjt szakértő. És itt a szakértés nagyon fontos. Tehát aki ezt nem látja át, akár saját magunk, az ezt ne csinálja. Ugyanis nagyon-nagyon meg lehet égetni magunkat vele. És az anyagcsere fölborulhat, a test működésképtelenné válhat részben vagy egészben, úgyhogy tessék helyesen felkészülni erre, tudd, hogy miért csinálod, mert a tudat elképesztően el tud gyengülni a böjt alatt, de ezért is csinálja az ember, hogy az elme tevékenysége a nulla felé közelítsen. És helyesen kell kijönni belőle. Tehát ha tudod, hogy miért csinálod, és hogyan csinálod, és van segítséged hozzá, akkor a hiba lehetőségét minimálisra csökkented. Jó? A tantien használata csökkentheti a kreatív folyamatokat és az inspirációt? Nem. Szuper, köszönöm. Köszönöm szépen. Ettől tartottál? Ajte. Hát úgyis így is tesztelem, szóval csak így biztosabb, vagyis így biztosabbra szerettem volna menni. Nem, hogy nem csökkenti, hanem helyesen működteti.
Tehát amióta itt vagyok, azt észlelem, hogy így a kreatív folyamataim visszacsökkentek. Tehát nem gondolok, most hogyha a kreatív folyamatokra gondolok, vagy a projektjeimre, akkor így nem érzek olyan egyébként nagy nem lángot. Egyébként nem érsz most meg alkotói válságot, ugye? Nem. Örülök. Ugyanis, amin most vagy, ez az eltelt bő két nap, ez még karbantartásnak is kevés. Tehát a csillagászok nem rémülnek meg attól, amikor a Mauna Kua hatalmas tükörteleszkópján ilyen tisztító mozdulatokat végeznek speciális berendezésekkel, mert tudják, hogy utána a tükör ugyanolyan nanométer pontossággal fog mutatni mindent. Hát amikor bejön az ember ide, akkor az takarítás, hogy nagy takarítás vagy kicsi, az már ő saját magán múlik. De igazából az itteni folyamat először tisztítás és tisztulás, utána újraalakulás, és az után van az újrateremtés. Tehát idebent legyél szíves, ne teszteld a kreatív folyamataidat, mert teljesen helytelen eredményt kapsz. Csak légy itt a pillanatban. Csak légy jelen. Csak legyen tiszta tudatod, és minden más karmát engedj el. Engedd el, hogy az visszatérjen a teremtésének a helyére, és ezáltal újra energiává váljon. A forma újra ürességgé váljon. És ebből az ürességből tudsz újra teremteni, így. Spontán, gondolkodás nélkül, eredetien, ihletetten. Te is tudod, hogy a művészek mit meg nem tesznek magukkal azért, hogy ihletetten, eredetit, egyedit alkossanak. Az egyik legjobb az a meditáció, amit tehetsz magaddal. De közben te ne teszteljé. Jó? Csináld! És abból lesz valami, az egy tudatból. Tudat egyik része teszteli a másik részét. Mi lesz belőle? Úristen, zen teszt, és buktam! Jó? Nagyszerű, aztán alkotsz valamit, mutasd meg. Köszönöm szépen. Jó. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy mi a véleményed a jóslásról, és nem erről a gömbös nénikre gondolok, hanem mondjuk egy tradicionális, mondjuk egy Yikingről. Tehát a jó... Yiking, igen. Bocsánat. Igen. Ez a csend megjósolható volt? Nagyon jó! Na, ezért nincs szükség jóslásra. Tehát amikor arról van szó, hogy a jövőt szeretnéd látni, saját szemeddel lásd. Saját lelkedben érezd. És akkor az ok és okozat bölcsessége megmutatja, hogy milyen döntést hoz. Lehet divinációval foglalkozni, lásd I Ching. Lehet asztrológiával foglalkozni bizonyos mértékben és szemléletben. De önmagában ezek a modellek nem fogják a következő pillanat cselekedetét megmutatni, és itt egyetlen egy nagyon brutális axióma érvényesül, hogy tudatod tisztaságának mértékében látod a múltat, jelent és jövőt. Ha teljesen tiszta a tudatod, nincs szükséged rendszerekre, szimbólumokra, ahhoz, hogy meglásd, hogy mi a dolgod. A múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ha ez a pillanat tiszta, akkor a múltad, jelened és jövőd is tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, akkor semmit nem látsz tisztán. Még a legavatottabb I Ching fejtő, vagy asztrológus, vagy tenyérolvasó, íriszelemző, fülcimpanéző, hátredő szakértő, soroljam. Hát annyiféle deskriptív rendszer van, mint égen a csillag. De az, hogy te hogyan teremted a múltadat, jelened és jövődet, és mi a tudatod, mi az eredeti, igazi önvalód, a generatív részt nagyon kevesen tanítják. Pedig ezáltal leszel autonóm. Ezáltal, ugye a gömbös néni, hogyha valaki megmondja a jövődet, ellopta a jövődet, mert helyetted tette ezt. Helyetted mondta, helyetted tenné, de hát csak te teheted. A legrosszabb az, amikor egy nagyon sebezhető állapotunkban valakihez elmegyünk, az
mond valami részigazságot, és abból lesz a teljes életünk. És a teljes életünket meghatározza az, hogy valaki egy ilyen fehér szakállú mondott valamit. A forgatókönyvet az életemhez. Igen, minden könyv forgatókönyv. Úgyhogy el kell jutni a nem mozdulóhoz, hogy ne forogjunk mi sehova se. És akkor abból az a kérdés, hogy ki a társunk, mi a dolgunk, mi az utunk, na majd az mutatja meg az utat. Amerre nyitsz a kérdéseddel, arra mész majd a lábaddal. Azt fogod gondolni az elméddel. És világos, hogy az önismeretnek megvannak a szakaszai. Ráláthatsz magadra részlegesen, közvetetten, és a teljesség igénye nélkül különböző leíró rendszerek segítségével, csak hát ezt szeretjük abszolútnak venni, szeretjük helyettünk valónak venni, hogy mondják már meg, és én megcsinálom. Ez egy teljes alárendeltség. Mit akarsz? Milyen életet? Milyen családot? Milyen társat? Mi a dolgod? Ezekkel a kérdésekkel kéne igazán foglalkozni, de valójában a 10 000 kérdés egy kérdés. Mi ez? És hogyha ez a kérdés tiszta, az összes többi kérdés is tiszta, ami ebből következik. Hogy mik vagyunk? Mi a dolgunk? Mi vagyok én, mint személy? Milyen párkapcsolati karmám van? Milyen családi karmám van? Milyen társadalmi csoportos karmám van? Mi az, amit tesznek értem? Mi az, amit én tehetek értük? És ez közvetlen. Ez teljes. Ez tehető. Ez nem veszi el az autonómiádat. Akkor tényleg a saját szemeddel látsz, és nem mások elméjével gondolkodsz. Hát lehetnek olyan fázisok, amikor ezek a rendszerek valamennyi részigazságot tudnak adni, de soha ne engedd, hogy kisajátítsák a lényedet, a cselekvő képességedet, a tisztánlátásodat. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. Először vagyok elvonuláson, és meg szeretném kérdezni, hogy az otthoni gyakorlatot hogy lehet elkezdeni így először? Reggel. Jó, hány reggel órakor? Kell elkezdeni, vasárnap hazamész, és hétfő reggel elkezded. És három hogyan? Gyakorulás, három ének, kóreai szívszútra, magyar szívszútra, nagy együttérzés dárani, és 30 perc ülés. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy a zen alapcsomag. És ezt az elvonulás következtében te hazaviszed. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Este ugyanez. Egyéb kérdés? Hogyan segíthetek helyesen egy függőt? Tanítsd meg a szabadságra. Hogyan? Ha az a függő nagyon közel áll hozzád, akkor vele együtt függsz. Akár tetszik, akár nem. És a függők egyik tragikus jellemvonása, hogy nem hallgatnak se a saját szenvedésükre, sem pedig mások szenvedésére. De az esélyes, hogy mások szenvedését előbb fogják látni, mint a sajátjukat, annyira elfeledkeztek saját magukról, a saját testükről, a saját elméjükről, sőt arról is, hogy milyen hatással vannak a környezetükre. Hát mutasd meg neki a függés szenvedését. Ez nem azt jelenti, hogy az áldozatává válsz, hanem tessék jó színésznőnek lenni néha. Végzettségem. Bravo. És szigorúan színpadi kést használni a halál jelenethez. És akkor innentől kezdve látja a függő, hogy valójában mit csinál. Tehát tessék visszatükrözni a függést. És ha kell, naponta megkérdezni, hogy ezt akarod? Ezt akarod? Itt már nincsenek miértek, mert a függésnek az az egyik célja, hogy az elmének a magasabb szintű tudatosságát, funkcióját gátolja. És le is gátolja, el is viszi. A szenvedélybetegségben az a szörnyű, hogy az állatot hagyja meg, és az embert kiírtja. És vissza kell hozni az embert. Mert csak az ember tud megszabadulni. Ezt akarod? Ilyenné akarsz válni?
és úgy, hogy feltételekhez kötötten teszed mindezt, határokat állítasz föl. Miért? Mert a függő nem állít föl határokat. Tehát egy hazudott mennyországban, egy tettetett feltételmentességben, egy illúzió világban él. És a te segítségednek és együttérzésednek is legyen határa. Mert ha nem, akkor ugyanabban a határtalanságban fogsz elpusztulni, mint a függő. És azt mondod, hogy idáig segítelek, innentől kezdve nem. Betartod ezeket a szabályokat, határokon belül maradsz a függéseddel, akkor segítelek. Ez már a második fázis a tükrözés után. És bizony van olyan fázis, amikor annyira energiaelnyelő és annyira létrontó, hogy azt érzed, hogy elpusztítana. És akkor nem embertelen a sorsával egyedül hagyni. Vagy rábízni intézményre, rábízni profikra. Tehát tudd a saját erőforrásaidat, ismerd a határaidat, és ne engedd, hogy mások függésének az áldozatává válj. Mert a színésznő minden este meghalhat a színpadon, de akkor is hazamegy utána vacsorázni. A valós életben csak egyszer halunk meg, és rögtön új test kell. Nagyon más. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Táplálkozással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy amit beviszünk a testünkbe, mondjuk egy darab csirke az egy tudat, de 10 darab sárga répa az már 10 tudat, hogy itt tudom, hogy... 10 tudat, de 10 sárga répa tudat, amelyen egyenlő a csirke tudattal, vagy a disznó tudattal, a bárányról, a nyúlról, a marháról, vagy az emberről nem is beszélve. Ezek jó, tehát nem a darabszám számít, tehát hogy nem hány a darabszám tudat... számít, kivéve a piacon. A tudatosság az egy teljesen más minőség. Nézd meg, hogy hogyan tudod a legkevesebb ártással ellátni tested szükségleteit. Minél kevesebb élet elvételével, minél alacsonyabb tudatszintű élet elvételével. És hogy ennek tekintetében és fejében te mit adsz az embereknek? Néha sokkal nagyobb veszély, hogy mi jön ki belőlünk, semmint, hogy mi megy be a szervezetbe. Néha sokkal szennyezőbb az a gondolkodás, az az érzelem, az a beszéd, amivel sújtjuk embertársainkat, és sokkal veszélyesebbek a saját tetteink, mint amilyen táplálék belénk hatol. Kívánom azt, hogy testünket és lelkünket egyaránt jó táplálékkal lássuk el, hogy a tudatosság és a felébredés ösvényén együtt haladhassunk, érjük el a legmagasabb szintű felébredettséget, mely a megszabadulás kapuja, és ezáltal segítsünk minden lénynek megszabadulni a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!